A járvány miatt részmunkaidős, de nem otthoni munkavégzésre kötelezett foglalkoztatottak bérének 70%-át átvállalja a központi költségvetés. A kutatásfejlesztési munkakörben dolgozók három hónapra 40%-os bértámogatást kapnak. Július 1-től 2 ponttal csökken a szociális hozzájárulás mértéke. Ezek a kormány gazdaságvédelmi akciótervének legfőbb elemei. Ugyanakkor a leendő munkavállalók is komoly könnyítést kapnak. Ma 75 ezer egyetemi hallgató fejezte be a tanulmányait, de a diplomáját nem tudta átvenni, ugye nincs nyelvvizsgája. A kormány úgy döntött, hogy ezt a 75 ezer hallgatónak eltekintünk a nyelvvizsgakötelezettségtől, és a diplomáikat meg fogják kapni. Ennek az indoka az, hogy a e, újra felgyorsuló gazdaságunknak sokkal több diplomás lesz szüksége. Nem szeretnénk azt, hogyha egyébként az egyetemi tanulmányokat befejezett e, szakemberek középfokú végzettségű munkahelyen dolgoznának, ezért ők, nekik most ez a mentesítés e, meg fogja oldani a diplomáiknak a, e, az átvételnek a lehetőségét. Az informatikus képzés tandíjának 90%-át átvállalja az állam. Ezen a területen fennakadás nélkül működhet a távoktatási képzés. Ráadásul a munkaerőpiacon is nagy a kereslet képzett informatikus iránt, mondta a miniszter. Ugyanakkor úgynevezett felnőtt képzési diákhitellel is élhetnek azok, akik a gazdasági visszaesés miatt elveszítik munkájukat. Ennek a kamata 0 százalék. A gazdaságvédelmi akciótervben megfogalmazottakra a fedezetet az államháztartási hiány megemelése jelenti. Az eddigi 1 százalékról 2,7 százalékra emelik a deficitet, amely még így is alatta marad a 3 százalékos uniós előírásnak.